A tolnai női kézilabda csapat tavaly 6 győzelemmel és 14 vereséggel végülis a 9. helyen zárta a bajnokságot az MB2 délnyugati csoportjában 12 pontot gyűjtve. Mivel sikerült együtt tartani a közelmúltban Szekszárdról érkezőkkel azért erősödő csapatot, okkal reménykedtek a sportág hívei az új bajnokságban, játékban és eredményességben is előrelép ez a tovább fiataloló csapat, amely a lendületesség, a gyorsaság terén átlag fölötti ebben a mezőnyben. Az új bajnokság őszi idényének beszédes számai azt mutatják, ez, mármint az előrelépés, nem következett még be. A 9 elvesztett meccs mellett mindössze 2 találkozót a Tamási és a Balaton-Boglár ellen sikerült megnyerni, így a csapat a kieséssel fenyegető 11. helyen zárta az őszi idényt. Persze aggodalomra, ha megnézzük az elbukott meccsek részleteit, nincs különösebb ok. Ez a Tolna játékban biztosan előrelépett tavalyi önmagához képest, mert emlékezetes nagy meccseken borzasztóan pehes módon csupán 1 góllal vesztett a Hévíz a Nemesvámos ellen idegenben, a Marcali a Siófok U22 ellen pedig egy emlékezetes nagy csatában, drámai végjátékban otthon szintén csak 1 góllal, és a Veszprémmel szemben is csak 2 találattal kaptak ki a tolnaiak. Nyilván az elbukott végjátékok oka a rutintalanság, a döntő pillanatokban való koncentráció hiány, ami lévén, hogy fiatal, fejlődőképes csapatról van szó, szép lassan majd elmúlik. A csapat házatáján persze már most remélik, hogy tavasszal lesznek ennek az eredményességben megmutatkozó módon kézzelfogható jelei. Nincs változás egyéb iránt a keretben, a sérült László Kinga is hamarosan felépül, csatlakozik a többiekhez, és készülnek Gálné Víg Zsuzsa vezetésével a lányok a február 16-ai hazai rajtra, amikor, ha úgy tetszik, egy 4 pontos mérkőzésen éppen azt a Hévízt fogadják, amely ellen csak 1 góllal kaptak ki, és most bizony a győzelem csak az elfogadható eredmény. Érdekesség a csapat házatájáról, hogy ebben az MB2-es csoportban a góllövő listát a tolnaiak kitűnősége Csajkó Eliza vezeti, aki 11 mérkőzésen 83-szor talált be az ellenfelek kapujába.